Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Rögtön fontos megjegyezni, hogy az előadók között is elég kevés a férfi, 2, és a nézők között is, ha jól számoltam, akkor maximum 10, plusz a IT szekció. Bocsánat. Azt a kérdést kaptam, hogy mi igaz a férfinak a gyermekvállalási kedvhez. Én azt gondolom, hogy arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a szülésszámot növelni, arra két viszonylag egyszerű stratégia is adódik. Az egyik az evolúció. Ez azt jelenti, hogy a férfiak evolúciósan arra vannak teremtve, hogy minél több nőbe illeszik bele a spermájukat. A másik lehetőség pedig az a mély szegénység, hogyha végignézzük a világ országainak populáció növekedését, akkor azt látjuk, hogy a nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő országokban a legnagyobb a születési ráta. Én azt gondolom, hogy egyik célkütőzés, vagy mindkét célkütőzés nevetséges célkütőzés, nem lehet mentén haladni, tehát kénytelenek vagyunk más irányokban gondolkodni. Amit itt fontos megemlíteni, az az, hogy a gyermekvállalás ez nem női ügy, de az is nagyon fontos, hogy a gyermekvállalás nem férfi ügy, hanem nem lesz ez meglepő közös ügy, így is kéne ezt hozzáállni. De szakítani kell azzal a hozzáállással, vagy attitűddel is, hogy csak úgy lehetne növelni a demográfiai problémát megoldani, hogy növeljük a születés számot. Ugyanis foglalkozni kéne azzal, hogy ezek a megszületett gyerekek milyen körülmények között, hogyan és meddig élnek. És szakítani kell azzal az állásponttal is, hogy az országok azok nemzetállamok. Megszűnt a nemzetállamok, vagy lejárt a nemzetállamok ideje. Ha megnézzük a nyugat-európai országokat, amik növelik a populációjukat, ott azt látjuk, hogy ezt csak egy nagyon komoly férfi-női emancipációs politika mellett tudják elérni, és úgy, hogy befogadnak bevándorlókat. Tehát azt gondolom, hogy ez a két dolog nagyon-nagyon fontos. Innen nézve viszont nem csak a kormányzati törekvés, hogy szülessen több gyerek problematikus, hanem ez a rendezvény is problematikus, mert itt is csak a szülésszámról beszélünk, és a spektrum másik fele nem igazán kedvelő, az egészségnevelés, az egészségtudatosság, a betegség megelőzés, az idős gondozás, a szülési vizsgálatok fontossága. De mivel ezt a feladatot kaptam, hogy a férfi oldalt nézzük, ezért, és így 2 perc után, vagy nem tudom, hogy után eljutnék oda, hogy az nagyon fontos, hogy hiába vannak egyéni törekvések, akár férfi oldalról, vagy családi törekvések, ahol mindenki részvesz, aki éppen van a családban, ez lehet 2 férfi is, 2 nő is, azt kell látni, hogy ezek szembe mennek a társadalmi berendezkedésekkel, vagy a társadalmi rögzült struktúrákkal, és a kormányzati törekvésekkel is, tehát hiába akarna egy apuka egyéni szinten többet otthon maradni, ezt nem teszi lehetővé a munkáján, mert ha nem viszi olyan engedik este, hogyha a gyerek beteg, akkor nem maradhat otthon, mert fel sem elő, mert ezen módon pótolható az ő általa nyújtott munka. Ezért aztán az egyik nagyon fontos dolog az a munkaerőpiaci attitűdnek az átalakítása, hogy az apa is szülő, hogy azok a törekvések, amik megvannak egyéni szinten, azok támogatásra legyenek nagyobb struktúrák szempontjából is. Aztán nagyon fontos az, és amit így látok a munkám során, az az, hogy a szülők nem ismerik meg egymást szülőként. Megismerik egymást talán az elején, de sok esetben nagyon hamar jön a gyerek, és a terhességben az apa nem nagyon tud részt venni a munkája miatt, nem engedik el, meg nem is biztos, hogy ez a fejében van, hogy a szülői válás az már bizony a terhesség során is megindul, meg persze jóval korábban is. És aztán arra, hogy szülőként megismerjék egymást, szinte semmilyen lehetőséget nincsen, mert hogy 5 nap apa szabadság van, és az 5 nap apa szabadság az arra, hogy ő milyen apuka, meg a felesége milyen anyuka, vagy a párja milyen anyuka, az nem fog tudni kiderülni. Ez egy nagyon nagy probléma, mert ott találják egymást este, amikor mindketten fáradtak a munkától, és ez vagy gyerekgondozási munka, vagy fizetett munka, és azt látják, hogy nem ismerik egymást, nem tudnak egymással mit kezdeni, és ez épp úgy igaz a mély szegénységben élőknél, ahol 3 műszakban dolgoznak, vagy a társadalom másik végén, a felső középosztálynál, ahol a férfi, vagy akár mindkét nem hagyja a pénzt, és hagyja a több munkát, és nincsenek a gyerekeikkel, tehát hogy nincs lehetőségük arra, hogy megismerik önmagukat és másikat. Aztán nagyon fontos az, és ez, hogy vannak ezek a közkettő kifejezések, hogy láthatatlan munka és érzelmi házi munka. A láthatatlan munka az már leszivárgott talán egy bizonyos társadalmi csoportban, egy felvilágosult
képzett társadalmi csoportban, de az érzelmi házi munka az még itt is nagyon ismeretlen, nem csak a férfiak, de még a nők számára is. Ezeket a fogalmakat nagyon fontos lenne tudatosítani, beépíteni az emberek fejébe, hogy mi mindent jelent ez, és ezeket kivégzi, ezeket a munkákat. Ami nagyon fontos pszichológiai szempontból ezeken túl az az, hogy van ez a mítosz, hogy a gyerekekkel 2-3 éves korig otthon kell lenni. Ez nincs az a tudományos eredmény, ami alátámasztja. Hazai egyáltalán nincsen, külföldi meg arra van, hogy ilyen nincsen. Nem kell otthon lenni ennyiig a gyerekkel. Ez egy mítosz, amit a hazai gyes politika alakított ki 67-ben, amikor bevezették a gyest. Nincsen ilyen szabály, vagy nincsen ilyen pszichológiai mutató. Aztán be kéne építeni a nevelésbe, vagy köznevelésbe, amiről már itt több előadás is szólt, a gender tudatosságot, a testtudatosságot, a szexuális nevelést, a szexuális tudatosságot, mindaz, amiről egyáltalán nincsen szó, tehát a nemi érés, az nem jár együtt sem pszichológiai éréssel, sem társadalmi éréssel. Ezeket nem célozza meg semmi. Azt gondolom, hogyha kezdetnek ezekkel elkezdenénk változtatni, akkor egyre több közel van a férfinak a gyerekvállalás sikerhez. Az eredmények persze nem azonnal lennének láthatóak, de jóval hamarabb, mint a jelenlegi törekvések mellett. És mindennek mi lenne a célja? Az lenne a célja, hogy a család az, ami közösen alkotott dolog, még ha szülők nincsenek együtt, akkor is. Köszönöm szépen! Köszönjük, mert egyrészt azt gondolom, hogy erre a 3 éves felvetésedre még fognak reagálni többen. Szerintem ez egy óriási nagy téma, amit ezzel megnyitottál, talán egy külön napot is érdemelne. De két dolog, tegye már fel a kezét, legyetek kedvesek, aki tudja, mi az érzelmi házi munka. Tehát, hogy mindenkinek evidens, hogy mi ez. Aha, jó. Hát szóval többségek nem. Megtennéd, hogy elmondod, hogy mi az érzelmi házi munka, ha már felvetetted? Az érzelmi házi munka az, ami mondjuk túlmutat a láthatatlan munkán, tehát a takarítás, bevásárlás, nem tudom, gyerek vasalás, igen, hanem mindaz, ami a családdal feladat, hogy fejben tartani a gyerekek külön óráit, hogy tudni, hogy ha meghívnak vendégeket, akkor ki gluténérzékeny és ki laktózérzékeny, hogy a születésnap lesz, akkor kinek lesz születésnap, mikor lesz, mit kapott tavaly, ne ugyanazt kapja. Hát ezek a koordinációs kérdések, aminek nincs effektíven megfogható eredménye, csak mégis fontosabb. Van megfogható eredménye, mert amint ez elmarad, óriási nagy probléma van, mert jóga órán van a gyerek, de igazából gitára ment érte az anyuka. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, ez elképesztő. Ezt már a praxisodról hozod ezt a példát? Nem. Nem, de az nagyon fontos, hogy ez elképesztő, hogy nem, ennek még annyi nyoma sincsen, mint a kitakarításnak, látható nyoma. De egyrészt látszik, ahol hibázik az anyuka, másrészt pedig elképesztő mennyiség energia, pszichológiai, kognitív energia megy el arra, hogy mindezt folyamatosan fejben tartsa az ember. És még van egy kérdésem, hogy ugye említetted, hogy a munkahelyek nem támogatják mondjuk az apákat, hogy menjenek gyesen, akkor kiesnek, és akkor pótolják őket, ez egy spirál nyilván. De és nyilván képletes a kérdésem, mi a tapasztalatod, te találkozol párokkal, akarnak az apák gyesre menni, és ezt ne úgy értsd most, hogy 10-ből hány apa akar gyesre menni, hanem egyáltalán mindaz, amiről beszélsz, mennyire fogalmazódik meg azokban a szülőkben, akikkel találkozol? Hát sok szülőben megfogalmazódik, de mondjuk minimálbére vannak bejelentve, és aztán sebbe kapják a pénzt. Ilyen esetben nem nagyon tudnak, tehát fel sem merül. És azért nem csak, szóval azért ez itt megint csak egy párkapcsolati kérdés, tehát hogy annyira anya issú a gyereknevelés, annyira az övék, hogy bennünk sem merül fel az, hogy ezt az apa is el tudná végezni. Hogy nem egy apapótlék, vagy nem egy anyapótlék az otthon maradó apuka, hanem ő a saját dinamikája, attitűdje, tudása, érzékenysége mentén csinálja ezt az egész projektet, de ez az ő projektje is. Tehát valójában ez még nem játszik, ha jól értem, ezt mondod, mert annyira anyaközpontú a gondolkodás. Hát anyaközpontú a gondolkodás, és annyival többet keresnek a férfiak, és de egyébként a legtöbb családban nem érzelmi döntés születik akkor, amikor a férfi marad otthon, hanem egy anyagi döntés születik, melyikük keres többet. Ezt tehát jobban tudom, nem tudom, szerintem egy tradicionális döntés születik. Ha egyáltalán felmerül, hogy maradhatna az apa is otthon, akkor a pénzdöntés nem az érzelmek legtöbb esetben pedig túlnyomó többség, hogy 90%-ban fel sem merül, hogy más is maradhatna otthon. Köszönöm szépen!